Doktor Genya. Popeye két trók után. Ez mondjuk az Mr. Stroke az lenne a neve. Piros-fehér-zöldbe öltöztünk, fölvettük a kokárdát. Hölgyeim és uraim, a mai nap március 15-e van, ami azt jelenti, hogy elődeink komoly harcot vívtak a szabadságért. Nálunk ez egy trendi ünnepnek számít, tehát azt tudom mondani mindenkinek, hogy ne szégyelje hordani a kokárdát, azért, mert a politika elinflálta. Ez egy ilyen érdekes szókapcsolat, de nem érdekel. Ettől függetlenül büszkén hordjátok, mert elég értékes ünnep szerintem, és kár lenne, hogyha kivesznek, kár lenne, hogyha a mai fiatalok nem tartanák trendinek a március 15-ét. Én csak annyira, csak úgy szólnék így zárójelbe, mert nem hiszem, hogy a Twitch az pont a nemzeti ünnepektől hangos, hogy azért nem árt megemlékezni. És mivel ilyen szerencsés ember vagyok, hogy ennyi ember néz, ezért én elhatároztam, hogy szólok ez ügyben. Ezért húztuk föl a lobogót a pulpitusra, csaptam föl a kokárdát, és ezért vagyunk itt ennyien. Tehát szeressük a nemzetünket. A lényeg az, hogy nagyon színvonalasan kéne hagyományt őrizni, és megünnepelni ezeket a nemzeti ünnepeket, mert különben a kutyát nem fogja érdekelni. A mai napon, a március 15-e véget a kor szabjáival fogunk vívni egy picit a Helly Squadban, utána pedig bemutatjuk a WWECKZT341 című játékot, azaz a pankrációt, ami WW2K, nem tudom, hogy hogy van. Ez egy a szabjavívást, kardvívást tökéletesen szimuláló játék, ami úgy működik, mint mondjuk a Mortal Kombat, két ember egymást üti, vágja, és itt van például László, a magyar magyar Vajda, nem Vajda. Akkor hát küzdjünk meg! Hopp, egy kézfej! Na, nézd meg, nem döglik meg. Csapd már a fejét! Azaz. A szabjavívást, kardvívást tökéletesen szimuláló játék. Hát jó, gyerekek, ez ennyi volt, át kell térjünk a pankrációra, nincs mese. Szeretném, ha fogadnátok óriási tapsal és kitörő lelkesedéssel a ma este házigazdája segédjét. Hát tulajdonképpen ő maga is egy olyan 60-70 évig volt pankrátor, és mindent tud, mind a pankrációról, mind az életről. Fogadjátok nagy szeretettel Nagykót! Én azt tudom mondani, hogy szerintem a mostani modern pankráció az ilyen színész, tehát előadó művészet. Nem mondom azt, hogy színészkedés, tehát ilyen előadó művészet, ami... Még a művészetet sem mond, Léci. Akkor egy előadó, vagy mit mondom? Előadó. De hát igazából mondom, mert ez egy ilyen elég fizikális, ez egy ilyen show műsor, vagyis hát én azt szeretem mondani, hogy ez egy sorozat, ahol vannak karakterek, akik karakterbe maradva storyline történetet visznek tovább. Mennyit fizettek ennek az embernek, hogy ezt a ruhát fölvegye? Nem tök jó. A menüje már elmondhatjuk, hogy ezerszer jobb, mint az elődjének, mert az úgy, ahogy van, gusztustalan volt minden, itt a grafika is jobb, meg az egész úgy néz ki, mint egy játék. Nesze! Tessék, hát kitanult pankrátor vagyok, gyerekek. Én a nagy ütés. Mennyire nagy? Ennyire? Ennyire, vagy még nagyobb? Tessék. Hát most elmondja, hogy nagyon nagyszerű ember vagy, megcsináltad ezeket a feladatokat, amit ő adott. Hát köszönöm, hát köszönöm szépen. Hát mindannyian tudtuk.
X, X, A, B. Csókolom. Köszönöm szépen. Még mindig a fantasztikus embernek tart, vagy most még durvábbnak? Még fantasztikusabbnak. Hopp. Ja, ez már hozzá se kell nyílni. Na, RTX. Azaz. Figyeld! Páf! Ja, csinálja, csinálja! Oké. Egy, kettő, három. Kéne valamit nyomni. Oké, és akkor megnyertük, fantasztikusak vagyunk. Ennyi volt a tutoriál, más nem is kell. Tényleg? Ennyi többet mit akarsz tudni? Oké. Ugye itt a hátteret kell kiválasztanod. MMA harcos voltál. Vagy pro... Atléta volt, sportoló. Ez pedig, hogy valami televíziós vagy tévésztár vagy. Hát actor, színész. Hát színész. Igen. Vagy stand-upos, legyünk stand-uposok. Akkor megyünk a színházból. Színházból. Igen. Csináljuk meg a Custom Superstar-t. Lacit kéne visszahozni. Csókolom. Jámbor vagyok, de megütök bárkit. Akkor kiválasztunk egy ruhát. Ez jobb lesz. Érdekes. Nem jó lesz. Ügyvéd úr. Ez a face. Igen. Face template. Ez az a lényeg. Nagyon butát kell Lacinak választani, ugye ezt megbeszéltük. Legyen ilyen feje Lacinak. Ez ilyen színészebb fej, nem? Hát akkor őszinte ezt visszarakjuk fehérre. Legyen zöld. Hát ilyen baba izé lesz. Baba rózsaszín. Ilyen kis baba a Laci. Hát már mondjuk én megmutatnám orvosnak. Ez az avatár. Ez mi ez a color picker? Kicsit izé. Kicsit azért. Na jó, az így jó lesz. A dühös Laci, aki ördög heréjét eszik minden nap. Egy fok kitörött. Mi a szar ez? Hát, hogy miből van? Hát nem lehet mondani, hogy nem lehet testre szabni. Valami ütődöttség. Ez így jó lesz. Fekete lesz, mert az áll a vörösnek jól. Tényleg jó ráncos kell legyen a feje. Ez az. Van egy olyan érzés, hogy soha nem érünk ennek a végére. Ó, hát az egyértelműen. Na itt már jól látszik a redő, ugye. Acceptáljuk. Jó, amúgy gyűrődünk gyerekek. Így lesz piros. De nem, ez nem tetszik, inkább legyen emberi. Hát ha már fekete gyerek. Az deformitás. Deformitáltad, elviheted az orrát, hogy ne legyen szimmetrikus. Ja, így, aha. Ez az. Ilyen volt a Laci nagyfülű. És szőrös. Hát mondjuk ez így inkább ilyen az egérember. Na, nem kéne sértegetni, jó? Kötél elold meg mindent, mert kötél idegei vannak, ezzel jelzi. Mégis mindent eltudunk 100-ra. Hát az egyik oldalon. Értem. Ezt mondjuk nem néztük, volt arról, hogy most már... Hogy olyan intelligens feje van. Nem? Hát, tehát nem mondom nem rá, tehát mondjuk nem belegülnék le matekozni először. Pedig vele fogsz. Hopp. Azután Pinocchio, mondjál igazat. Előbb-utóbb tényleg lemodellezel engem egyre jobban. Az elejétől kezdve ezen vagyok. Csak nem, még nem elég jó képű. Egy ilyen félmosoly. Hát, hogy túl sok már. Doktor Genya, Popeye két stroke után. Ez mondjuk az, Mr. Stroke az lenne a neve. na akkor megvan az ügyvéd úr, kérem. Ez a buddy. Forduljatok el. Hát ilyen... Ez az meg a Faudis Béla, már bocsánat. Hát az Faudis Béla. Azt nem rossz. A picsába! Na, ne idegeskedjél. Jó, ez szerintem jó lesz. Ez jó. 225 centi, ez jó nagy
Hát az elég jó, nem? Jó, mi ez a Vince? Vénák? Semmilyen nem, csak vénája. Viszér mindenképp kell itt. Ilyen jobb jár, mint bácsi, aki látott sok mindent az életben. Igen. De kár volt. Kár volt megnézni a felét. Azt nem értem, hogy hol van a... Azért ezen is el lehet gondolkodni. Loxi. Szokni van, tehát. Lehet ilyen jó képű, ez még félelmetesebb, hogy igazából rendezett a haja, csak látszik, hogy teljesen őrült. Hát itt aztán van. Uha! Ez mi ez? Uha! A takarítónő hangulata van ezekben a... Nézd a Géza! Ez már ilyen, nem is nézd, ez jó, politikusra emlékeztet. De ez jó lesz ilyen ügyvédnek szerintem ez a fizura, nem? Tökény. De egy ilyen kis bajusz az egyébként az... az... Hát de március 15-ben a 23-os, a negyedik vagy harmadik sor. Hát minden, neked itt minden van. Húha! Tehát túlzás! Igen, ez már túlzás. Ezt egy kis vagányságot erőltetünk rá. Ezzel az oldalszakállal fogjuk megoldani. Ez kicsit fura. Nem azt, hogy egy seppely vagy leszarta egy madár, az nem... Hát Gorbacsovnál se lehetett tudni. Szerintem ez így az ügyvéd úr, aki visszatért. Upper buddy! Ó, na itt lehet beszűrőzni. Ez viszont kéne rá. Acceptáljuk. Hát a hátunk természetes módon mint a disznó olyan szőrös. De ez mi? Milyen műsétje volt neki? Sem tudja. Minden egyszerre. Mint a térde. Beütötte, mint a kisgyerek. Mondtam neki egy kis térde. Ez jó lesz. Hát gyerekek végül színész. Aha. Akkor látod itt a ring, és akkor ez meg a másik, oh, ez meg a belém. De itt rá lehet szerintem kopizni. Kopi. Csak a ruhát ne. Meg, azt válasz ki a ringatőjárt, hogy azt kopizod. Igen, mert ott van a fej, meg ezek beállítva. Most mind a kettő ugyanolyan lesz. Nem, pont fordítva van, bassza. Mondom, hogy nem. De. Akkor elbasztam. Ezt nem lehet visszacsinálni. Bekke. Ó, faszom. Ó, bazd meg. Bocsánat. Egyszer megcsináljuk, és akkor most meg verekedjünk simán csak. Hú. Atya húst. Ez az Undertaker. Az is, ez az Undertaker. Igen. Ebből több verzió is van. Az Undertaker, a 2002-es Undertaker, 95-es Undertaker, 98-as Undertaker. Beszarok. Jó. Tessék, ezt a szőkét fogjuk meggyepálni. Alig bírunk bejönni a ringbe. Na gyere ide, úgy beleverem és most kussolsz. Maradsz a helyeden, úgy, na. Nem. Eresz. Y... Ez anyádat! Belecsapom a lecsóba! Visszahozzuk gyerekek, semmi gond! Melyik az a bassza, meg nem az a... Szar ez a játék! Most szétcsapjuk gyerekek! Menj a picsába! Ennyi! Kész! Az jó. Úgy. Egy. Kettő. Három. Na, mit csinál? Masszírod? Mit csinál? Ez valami speciális move-ja volt neki. Na. Új,
Y-t, bazd meg, hát még ezt is váltogatják, B, a faszom beléd, X, ú, melyik az X, A betű, A, X, A, ú, nagyon nagy mentés, nulla energiánk van, de semmi értelme. Fettó múgatot kéne valahogy, messze. Milyen bassza meg, ez fájni fog, éreztem. Á, bassz meg! Akkor rálépek az arcát. Még egy kicsit rálépünk az arcát. Na. Ez az Lester! Hiszek benned! Visszahozod Baronnan! De ő neki megőrülök ettől a fasztól tényleg, hogy nem lehet vele semmit csinálni, mert akármeddig jutok el egy idő után, úgyis picsárug. Na jó, hogy hívják ezt az öltönyöset, most minden. Ezt is nem tudom, hogy csináltam, de ez jónak tűnik. Ezt sem tudom, hogy csináltam. Így lépjünk rá, így. Tessék, és innentől kezdve hiába pofosztam szét, most ő fog. Véletlen megnyomtam az X-et, de ugye ezt. Hát ha megirez van, bazd meg, nem tudok hozzászólni, tehát eljutok egy szintig. Nézd meg, megint én vagyok az, aki le vagyok stunnolva, alig élek, és vége a meccsnek mindjárt, bazd meg. Nézd meg, hát hozzászólni. És ez, hogy ezred másodpercre kivillan az Y, az nem védekezés, érted? Tehát nem látom, hogy mit kell csinálni, hanem így megmondják, hogy mit kéne nyomjak, és arra reagálok. De hát ez szar, hát az lenne jó, hogyha mint a fociba látom, merre megy a labda, vagy egyéb berekedős játékoknál, hogy próbálok védekezni, de itt igazából hiába nyomom a védekezést, lófa se történik. Hogy kéne a finisztert, hogy nem tudom. Igen, de nem tudom megnyomni. Hát most már tudtam mondani végre. Belenyomtam a... Várjál. Ez a finisztár, nem? Na. Volt meg... lefinál. Ott volt megint a finisztár. Tudom, nyomtam, most ezt csinálja. Hihetetlen! Óriási győzelem, jöhet a következő, most már megverek mindenkit. Undertaker-t megpróbáljuk, az öreget. Basz. Hoppá, az öreg Undertaker-t nem szivatod meg. Az igen. Ezeket hogy csinálod? Ilyen kell. Nem tudom, dolgozom, az kész. Erről van szó. Szép volt, nagyon jó az egyensúlyi érzéket. Köszi. Az egész egy perc alatt most megint van egy kurva lehetőség, amit nem fog tudni megcsinálni. Ez egy fos bazd meg. Hát az a problémám, hogy nem a játékkal játszol, hanem várod ezeket a jeleket, és azokat kell megnyomni időre, és ettől szar szerintem. Tehát a másik pankráció, amivel játszottunk ugye Lacival, ott rendesen ment ugye a püfölés, csináltad a cuccokat, és levédekezted, hogyha rád támadnak. Hát nem az van, mint egy fociba, vagy egy boxjátékba, vagy egyebekbe, hogy megjelzi, hanem a filmeket. Hát, az is kurva idegesítő, de ott legalább egyértelmű, hogy mit csinálsz. Ugyanilyen ideges szoktál lenni. Igen, csak azt mondod, hogy hiába nyomod, nem azt csinálj. Hát ez már ilyen. De nem itt nem hiába nyomod, hát bazd meg, nézd meg mióta püföl, semmi nem tört, hozzá se szagolhatok. Hát nézem negyed órája, hogy vernek. Hát ez egy fos. Hát tényleg, hát ennek mi értelme? Nézzek, már az Y se jött ki, semmi, nem tudok semmi, most beadja az át, azt már nem fogom tudni, mert annyira hülyére vert. Hát ennyi a játék, bazd meg. De közben meg tök jó mozdulatok vannak, meg hogyha végre lehet öklözni, akkor az jó érzés. Bemutattuk ezt a játékot is, hogy mennyit fogunk vele játszani, az még egy kérdés.
kicsit elvette a kedvemet, hogy elszállt az a karakter, és abból nehezen jöttem ki, mert rengeteget dolgoztunk rajta, és valószínűleg, ha egy olyan karakterrel megyek, akit magaménak érzek, és annak betanulom a mozdulatait, akkor azért nagyobb kedvel csapatjuk. Grafika, mint olyan, hát azt szerintem a kor igényeit nem elégíti ki. Nem azt mondom, hogy rossz, hanem azt mondom, hogy azért, hogyha 2 évig csinálták ezt a játékot, és azért ilyenkor az ember vár valami nagyon durvát, szerintem azért ez attól messze van.